Sezták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közgyűlési elnökével és az Európai Bizottság tagjával beszélgettünk arról, hogy hogyan értékeli a most lezáruló ciklusban, milyen lehetőségekhez jutott az ön megyéje és hazánk. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika tovább tudjon folytatni a következő 7 évben is, ezért mindent megteszünk a régiók bizottsága színterén is, de hát nagyon fontos az Európai Parlament, illetve az Európa Tanácsához történő hozzájárulás, ami segítjük ezt a munkát, ezt a magyar kormányzati munkát, egy közép-európai partnereinkkel együttműködve a kohéziós politika korábbi pozícióját minél teljesebben meg tudjuk őrizni, hiszen ez jelenti az európai politikák közül azt a politikát, amelyre leginkább találkoznak egy településen élők, egy karcagi átlagpolgár vagy választópolgár leginkább a kohéziós politika révén találkozik európai uniós politikákkal. Ez jelenti az életminőség javítását, infrastruktúrát, megfelelő intézményi ellátottságot, orvosi ellátást, kórházi ellátást, és az élet számos területén még tudnánk ezt folytatni, és hát nyilván az előző 7 évben is felkészültünk erre a feladatra, a tapasztalatok birtokában persze lehet javítani a munkát, és ezt igyekszünk a következő 7 éves tervezési folyamatban is megvalósítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is voltak indikatív forráskeretek, amelyeket úgy látom, hogy túl fogunk teljesíteni. Elnök úr is arról beszélt itt ezen a fórumon, hogy Jászlóközszolnok megyében is túl teljesítik az indikatív forráskeretet, és hát arról tudok tájékoztatást adni, hogy az a reményünk megvan, hogy a csökkenő összes európai forrás közepette, tehát az Európai Uniós büdzséje, amit Magyarország jogosan kap az Európai Uniótól, hiszen ez egy nem gyönyöradomány, hanem egy szerződéseken alapuló, nekünk járó összeg, az összes forrás csökken, de a területfejlesztésre fordítható, amit a megyei önkormányzatok koordinálásával ezzel az intézményrendszerrel valósítunk meg, az feltehetőleg megmarad annak a forráskerete a következő 7 évben, és ez egy komoly eredmény. És hát ahogy itt hallottuk a megbeszélésen is, hogy már elkezdődött ezeknek a főbb irányvonalaknak a megbeszélése, a koncepciók már készülnek települési szinten, utána pedig megyei szinten fogják ezeket egyeztetni. Így igaz, a következő hónapok legfontosabb munkája a megyei önkormányzatok számára, a mi önkormányzatunk számára is, hogy jó koncepcióval, stratégiával rendelkezünk. Ennek a határideje mostani menetrend szerint van egy menetrendünk, ez következő év márciusa. Ez egy nagyon ambiciózus cél, hogy különböző társadalmi szereplőkkel, települési önkormányzatokkal, kamarákkal, lakossággal, társadalmasítva ezeket az elképzeléseket egy jó koncepcióval tudjunk előállítani, előállni országgyűlési képviselőkkel is természetesen élénk párbeszédet folytatunk, illetve hát a megfelelő irányító hatósággal, amely a mi esetünkben a pénzügyminisztériumot jelenti. Huba Imrét, a Jászlóközszolnok megyék közgyűlési elnökét arról kérdezem először, hogy a most letelő ciklusban mennyi forrást tudott megyénk szerezni, és hogyan látja ezt, mennyire sikerült jól kihasználni? 371 projekt, mintegy 68 milliárd forint értékben kapott támogatást, és sajnálatos módon van azért néhány olyan projektünk, amelyik most kockázatosnak tűnik így innen a tervezési időszak és a program lezárása előtt, de azt gondolom, hogy megfelelő együttműködéssel akár ezeken a projekteken is lehet még segíteni. Reméljük, hogy a jövőben a következő tervezési időszakban is legalább ennyi forrás áll majd a megye rendelkezésére. Nagyon szerteágazók voltak ezek a projektek, sok-sok területet érintettek. Melyek azok, amelyeket kiemelni és fontosnak tartja? Nyilván települések szolgáltatási színvonalának a javítása, akár az egészségügyben, akár a gyermekek nevelésében, bölcsödében, óvodában, ez egy nagyon fontos lépés volt, ugyanúgy, mint a települési csapadékvíz, vagy belvíz elvezetési problémák megoldása is, vagy az úthálózat fejlesztése. Ezek a programok nem állhatnak le, ezekre a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk, de meg kell említeni, hogy eredményként akár a turizmus fejlesztésében is nagyon komoly gazdaságélénkítő lépéseket lehetett tenni az elmúlt időszakban. Itt elhangzott, hogy elkezdődött a következő időszakra a koncepciók készítése települési szinten, utána pedig megyei szinten, és itt megfogalmazottak olyan kérdések is a hozzászólásokban, hogy hogyan lehetne mondjuk a felsőoktatást is bekapcsolni, és jobban egy picit emberközpontúbbá és gyakorlatosabbá tenni az ottani képzéseket.
Így van, ehhez a településeknek kell elsősorban megfogalmazni, hogy milyen gazdasági érénkülésre számítanak, és mihez kérik a megye segítségét. Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy mi pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy a legkülönbözőbb olyan fejlesztési programokat integráljuk egybe, amelyek a településekhez alapvetően kötődnek. Itt a versenyképességhez nem elég egy operatív programot szem előtt tartani, hanem az összeset szem előtt kell tudni tartani, mint ahogyan azokat a nemzeti forrásokat is, amivel szintén ezeket a folyamatokat tudjuk ösztönözni. Számunkra a felsőoktatás kiélezése, a felsőoktatásnak a lehetősége az egy nagyon komoly prioritás, hiszen hogyha nem marad a megyében olyan felsőoktatási intézmény, ahol a gazdaság vagy akár a szociális egészségügyi ellátórendszerbe tudunk szakembereket képezni, akkor az a megye vonzerejét, a fiatalok előtti jövőképet is egyaránt sértheti, vagy ezek sérülhetnek, és szeretnénk, hogyha olyan együttműködő partnerre lennénk a felsőoktatásban, ilyen például a Debreceni Egyetem, amelyen keresztül ezt a víziót ki tudjuk kristályosítani, és tudjuk a jövőben a fiatalok számára is üzenni, hogy van olyan képzési forma, amely bárki számára megteremteti a megyében való boldogulás lehetőségét, akár felsőoktatás, akár pedig a munkaterén. Arról is beszéljünk, hogy a turizmus fejlesztése is nagyon sokat köszönhet ennek a pályázati forrás lehetőségnek, hiszen a napokban is volt ehhez kapcsolódóan átadás Kunmadrason. Hogyan látja, hogyan tudnak ebben előrelépni, melyek azok a legfőbb feladatok, amelyekben most össze kell hangolni a koncepcióban a településeket? Hát most a kerékpárút hálózat fejlesztése az első, ami települések közötti összhangot, szinergiát igényel, és nem csak a turizmus, hanem a munkába járás feltételét is szeretnénk ezzel segíteni, egyszerre több legyet szeretnénk ütni egy csapással. Ha azt nézzük, hogy ezen felül milyen iparterületi élénkítése, iparterület fejlesztése van még módunk, és az iparterület fejlesztésén keresztül ez hogyan tudja szolgálni a munkahelyteremtésen át a turizmusig a megye legszélesebb körű szereplői gárdáját, akkor azt látjuk, hogy az önkormányzatok tudják leghatékonyabban iniciálni azokat a fejlesztéseket, amik települési vagy települések közötti szintű együttműködést igényelnek, de ugyanakkor a versenyszférának a projektjére is szükség van, tehát a versenyszféra, mint foglalkoztató, mint a jövőbeni gazdasági érintés egyik letéteményese, szintén szükséges, hogy összehangulja az önkormányzatokkal azokat az elgondolásokat, ami a turizmus érintéséhez kötődik. Ilyen például Abátszalókon a Szabadstrand fejlődésével, fejlesztésével együtt működő vállalkozások betelepülését és akár a településkép megújulását is lehetővé tevő saját tők és saját erős befektetések, amit a vállalkozói szféra tud behozni. Ugyanezt Tiszaföldre is jellemző lehet, hiszen Tiszaföldön nagyon komoly gazdasági érénkülés adott a turizmus fellendülése, mind az ökoturizmus, mind pedig a szabadidős, vagy akár az aktív turizmus nagyon komolyan megtalálta a Tiszatavat, megtalálta a Tiszafüredet, tehát Tiszafürednek is készülnie kell arra, hogy a település szerkezetét, a vállalkozások betelepülését lehetővé tevő különböző infrastruktúrális beruházásokat és a működésüket elősegítő marketing és promóciós kampányokat miképpen helyezi összhangba egymással. És hát azt gondolom, akkor beszélhetnénk még a mezőgazdasági, az ipari parkok fejlesztésétől kezdve a gyógyturizmuson át nagyon sok olyan probléma és feladat van még, amiben azt gondolom, hogy lesz feladat bőven ahhoz, hogy elkészüljenek olyan pályázatok, amelyek nyerhetnek majd a következő ciklusban. Bizony, és azt látjuk, hogy például, hogyha már az agrárium is szóba került, akár az agrárfejlesztések is nagyon komoly súlyt kaphatnak, a megye agrárélelmiszergazdaság és öntözés fejlesztése egy fajsúlyos területe lehet a területfejlesztésnek és településfejlesztésnek, gazdaságélénkítésnek, mint ahogyan azt is látjuk, hogy az ivóvíz hálózat, ami a megyében szolgálja a lakosság ellátását, már jócskán előregedőben van, és érdemes az ivóvízhálózat rekonstrukcióját is szem elé tenni, mint ahogyan a szennyvíztelepek rekonstrukcióját, a kibocsátott szennyvíz minőségét, és a szennyvízzappal vagy a szürkevizekkel való gazdálkodásnak az átgondolását is nagyon fontosnak tartjuk. Azt látjuk, hogy ezekben egyrészt olyan környezeti erőforrások, másrészt pedig a környezetet, ha nem jól nyúlunk hozzá, akkor a környezetet károsító időzített bombák lehetnek, amiket nekünk is látnunk kell. Foglalkozni kell a problémák feltérképezésével, a szolgáltatási útvonalak kidolgozásával és az együttműködő partnerek megteremtésével.